Isten éltesse a nőket a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Kell is, hogy éltesse, mert most már át kell vegyék a vezetést a Földön. Itt az ideje. A nőknek sikerülni fog segíteni, mert ők anyák, gyereket hordanak ki, hoznak a világra, fölnevelik őket. Többenük a szeretet, a gyöngétség, a megértés, a vágy a jóságra, a türelem, azzal szemben, hogy hatalomvágy, harc, uszítás, ellenségesség, csalás, düh. Nagyon fontos, hogy a nők higgyenek magukban, higgyenek egymásban is. Támogassák egymást, segítsék egymást, akkor minden jobb lesz. Van egy mantra, amit most elmondok, ami szerint az emberiség élne, minden gyönyörű lenne. Legyen boldog minden, ami él. Éljen békében minden, ami él. Éljen egységben minden, ami él. Éljen bölcsességben minden, ami él. A Tabánban a nagy tűzvész után 1810-ben 40 ház maradt állva, most is annyi van. És ezért ez egy falu. Tehát akárhogy is nézzük, a város kellős közepe, de mégiscsak ez egy falu. Itt mindenki mindenkit ismer, mindenki mindenkivel nagyjából jóban van. És a legnagyobb gyönyörűség az ember számára az, hogyha éjfélkor szüksége van hirtelen egy gerezdfokhagymára, akkor csak kinéz, hogy hol ég még a villany. És akkor át lehet menni. Szóval én ebben nőttem föl, én itt születtem, itt vagyok, amióta megvagyok, és egy csodálatos biztonságot ad az embernek az, hogy bármikor számíthat a többiekre. Úgyhogy ahogy anyám megkezdett kötései, kóvályogtak a házban, és akkor azok helyett érkeztek különböző süteményszélek, és akkor ahogy én rám vigyáztak gyerekkoromban különböző öregnénik a házba, úgy vállalom én is szívesen szükség esetén, hogy vigyázok valakinek a valakiére, vagy a valamiére. A kutyáink, akiket itt együtt sétáltatunk. Szóval van az egésznek valamilyen csodálatosan vidéki, aranyos jellege, és hát itt nőnek lenni, embernek lenni, tabániben szülöttnek lenni, ez mindenképpen egy időtlen élmény. 32 éve dolgozom az első kerületi Maros utcai rendelőbe asszisztensként. Azt hiszem, hogy szerencsés vagyok, mert én azt a munkát csináltam egész életemben, amit szeretek. A nőknek a munka szerintem önbecsülést, örömet, tartást ad. Holott ugye a mai munka a család mellett azért elég nehéz. Azt hiszem, az nagyon-nagyon fontos, hogy az ember azt csinálja, amit szeret. Mert ha nem azt csinálja, akkor az nem munka lesz, hanem robot lesz. Kívánom a nőknek, hogy a társadalomban elismertek legyenek, megbecsültek legyenek, és legyen saját magukra úgynevezett én időm, amit csak saját magukra tudnak fordítani. Tehát az én időm, ez nagyon fontos. És legyen egy vakancslista, amit szépen sorba meg tudnak valósítani. Hát 90 éves vagyok, ami bizony már érzem, hogy nehéz, úgyhogy elszaladt az idő, bizony ez nagyon-nagyon magas kor, nem is gondoltam, mert a családban senki nem élt ilyen magas kort. Én mondjuk még megfőzök és süzök az unokáimnak és segítek, stb., de hogy az meddig, azt nem tudom, megpróbálok egészségesen élni. Évtizedekkel ezelőtt ugye nyitva voltak az ajtók, sütöttünk, főztünk, az volt az első, rohantunk egymáshoz, vittük a süteményeket. A szeretet, a megértés, az egymás tisztelete, akkor az kérem szépen, hogy,
hogy beszélgetések, hogy a gondolatainkat kicseréljük és segítsük egymást. Én boldogan segítek. Bölcsödében dolgozó pedagógusként rengeteg szeretetet kapok a gyerekektől. Sokan úgy gondolják, hogy nagyon könnyű ez a hivatás, és naphosszat csak játszunk a kicsikkel, de sokkal többről van szó. Csak akkor jó, ha szívből jön a gyerekek nevelése és gondozása. Ebben a kiemelt jelentőségű időszakban rengeteget változnak, és ez a változás rajtunk is múlik. Ebben a szakmában rendkívül kevés férfi dolgozik, de szerencsére egyre több édesapával találkozunk, akik nagyon is gondoskodóak. Én élvezem, hogy nők vesznek körül a munkahelyemen, jó együtt lenni, és jól érezzük magunkat. Mi nők vagyunk a legnagyobb kisebbség. Hiába vagyunk többen általában, mint a férfiak, a társadalomnak több, mint a felét tesszük ki, mégis sok szempontból hátrányt szenvedünk. A nőnapja alkalmából azt kívánom itt a kerületben, Magyarországon és a világon valamennyi nőnek, hogy csökkenjen a kiszolgáltatottsága, nőjenek a lehetőségei, legyen boldog és kiteljesedett élete. Sokan kérdezik tőlem, hogyan lehet három gyerek mellett polgármesternek lenni. Nos, pontosan ugyanúgy, ahogy három gyerek mellett lehet bölcsődei gondozónőnek lenni, óvónőnek lenni, tanárnak vagy tanítónőnek. Sok munkát és sok időegyeztetést igényel. És szükség van hozzá egy jó férjre, a páromra, és szükség lenne hozzá a társadalom segítségére is. Nőknapja alkalmából szokás figyelmesnek lenni a nőkhöz, virágot adni. Én nagyon szeretem a virágokat, de azt gondolom, hogy igazán az a fontos, hogy könnyebb legyen az életünk. Épp ezért mi itt az első kerületi önkormányzatban adni szeretnénk valamit a nőknek, asszonyoknak. A munkatársainknak azt, hogy könnyebb legyen a munkakörülményük, megnőjön a fizetésük. Az itt lakóknak azt, hogy minőségi közszolgáltatásokat kapjanak, óvodai és bölcsődei férőhelyeket. És szeretnénk megemlékezni azokról az asszonyokról, akik sokat tettek azért, hogy ma egyetemre járhatunk. Éppen ezért szeretnénk Huganai Vilmáról egy közterületet elnevezni, hiszen ő volt az első magyar orvosnőként, aki elérte, hogy nők is járhassanak egyetemre. Decemberben erről fogunk megemlékezni.